Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. 2 hónapig nem taníthatott, és így nem is kapott fizetést az a pedagógus, aki egészségügyi okokból nem oltatta be magát. Sok társához hasonlóan az emméhez fordult mentesítésért, és az orvosi igazolást is csatolta mindehhez. Egy 60 éven felüli diabéteses pedagógusról van szó. Az emmi indoklás nélkül elutasította a kérését, majd az érintett bírósághoz fordult. A bíróság természetesen megsemmisítette az emmi döntését, és új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot. Ugye ilyenkor a bíróság nem tud más tenni, mint hogy így dönt. Most már a választás után ugye a belügyminisztérium illetékességi területébe került az oktatás, így a belügyminisztérium hozott egy szintén elutasító határozatot, de ezt megint nem sikerült törvényesen, ugyanis az érintett megint bírósághoz fordult, és a bíróság 1 éven belül 2 esetben is kimondta, hogy az állam nem képes egy törvényes elutasító határozatot hozni. Azért is volt felháborító ez a második határozat is, mert itt ugyan formailag volt indoklás, de gyakorlatilag bemásoltak egy operatív törzsi állásfoglalást, amelynek az indoklásában egyébként a 18-59 év közötti korosztályra vonatkozó adatok, illetve hát feltételezések szerepelnek, és egy olyan pedagógusnak állított ki egy ilyet a belügyminisztérium, aki 60 év feletti, tehát nem is abba a korcsoportba tartozik, amelyről a belügyminisztérium indoklásában szó volt. Köszönet illeti ezt a pedagógust a kitartásáért, és köszönet illeti Schiffer Andrást a jogi képviseletért. Úgy gondolom, hogy ez az ügy csepp a tengerben több tekintetben is. Egyrészt, amikor az oktatás ilyen helyzetben van Magyarországon, önök képesek arra, hogy ilyen bánásmódot alkalmaznak egy pedagógussal szemben, hogy indoklás nélkül utasítják el a mentesítő kérelmét. Egy 60 év feletti tanárról van szó, aki végig dolgozta az iskolákban az életét. Az, hogy 1 éven belül 2-szer is kimondja az állammal szemben a bíróság, hogy nem tud egy normális, törvényes határozatot hozni, az szintén óriási szégyen, és érdekes, az ilyen ügyekről egyébként a baloldal is hallgat, amikor rátelepednek ugyan a pedagógusok tüntetéseire, de amikor az oltatlanok mellett kellene kiállni, akár pedagógusok esetében, akkor valahogy a létszámhiánnyal kapcsolatban ezt a vetületet ők sem említik meg. És az egész ügy rávilágít arra, hogy milyen méltatlan helyzetbe kerültek az oltatlan állami dolgozók Magyarországon az elmúlt években. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom petíciót indított, amelyet a honlapunkon is alá lehet írni, illetve határozati javaslatot nyújtottunk be annak érdekében, hogy kártalanítsák azokat az embereket, akik azért veszítették el a munkájukat, mert nem oltatták be magukat. Önök éveken keresztül előadták itt nekünk, hogy a tudomány felkent képviselői azok, akik ezeknek a vakcináknak a hatékonyságát, az egészséges mi voltát ellenőrizték, és bízhatunk ezekben a oltóanyagokban, és egyébként mindenki más, főleg a Mi Hazánk nagymama gyilkos, őrült, aki megkérdőjelezi akár a lezárásoknak az észszerűségét, akár az oltásokról tett kijelentéseiket, amelyekről azóta tényszerűen kiderült, hogy nem voltak igazak. Gulyás Gergely egy kormányinfón 2020. januárjában azt mondta, hogy tudjuk, hogy akit beoltanak, az nem kaphatja el a betegséget, és nem is adhatja tovább. Most már tudjuk, hogy Gulyás Gergely hazudott. Nem igaz az, amit ezekről állítottak. De ami talán még ennél is súlyosabb, és az Európai Bizottságnak a felelősségét is nagyon komolyan felveti, hogy nem, semmiféle tudományos háttérről nem volt szó ezeknek a vakcináknak, a Pfizer vakcináknak a beszerzését, Ursula von der Leyen SMS-ben bonyolította le, semmiféle egészségügyi szempontokat figyelembe nem véve, korrupt módon, gazdasági megfontolások alapján, és a magyar kormány is éveken keresztül ezeket erőltette rá a magyar emberekre. Most már, hogy ez kiderült, napvilágot látott és bizonyított, legalább azt megtehetnék, hogy bocsánatot kérnek az emberektől, és kártalanítják azokat, akiket bármiféle hátrány ért az oltatlanságuk miatt. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Alelnök asszony napi rendelőtti felszólalására Rétvári Bence államtitkár úr adja meg a választ. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő asszony, tisztelt ház.
politikusnak nagyon vigyázni kell a szavaira, hogy miket mond, főleg akkor, amikor egy kritikus helyzet van, mondjuk egy járványhelyzet vagy, mert amikor járványról beszélünk, mert bizony az meghatározza sok mindenkinek a döntését. Jól láttuk, nem csak önöknél, más baloldali politikusoknál is, hogy azt mondták, hogy mondjuk a keleti vakcinákkal vigyázni kell, és ezért a pártjuk egyik vagy másik tagja vissza is utasította a keleti vakcinákat, és ennek aztán súlyos következménye lett, hogy mennyire számított bele pontosan a párt vezetőinek a mondata, azt nem lehet tudni, de az látszódik, hogy ez az emberek véleményét befolyásolja. Önök a Mi Hazánk úgy döntöttek, hogy egy teljesen oltás ellenes politikát fognak vinni. Teljes mértékben és minden fronton az oltások ellen beszéltek. Azzal volt tele az ország, hogy önök írták, hogy Covid-diktatúra. Azt, hogy önök ezt mennyi meggyőződésből mondták, vagy mennyire gondolták úgy, hogy ahol van egy fontos téma, amiről mindenki beszél, a koronavírus járvány, ott biztos vannak olyanok, akik nagyon támogatják, vannak kicsit támogatják, vannak, akik elfogadják, de biztos van egy kis csoport, aki ellenzi, és önöknek egy kis csoport kell, 200 000 ember, hogy bejussanak a parlamentbe, és ezért önök majd oltásellenesek lesznek, mert azért ön pártjának tagjai és vezetőiben is azért ott van az oltás egyikben, másik emberben, de azért úgy gondolták, hogy majd ezt a politikai irányt viszik. Lehet, hogy tényleg így gondolták, és önöknek ez tudományos meggyőződése, és komoly virológiai alapon mondták azt, hogy az oltásokat elutasítják, bár ezt azért kicsi valószínűségnek gondolom, inkább politikai számításból tették ezt. Csak ezt tudja, ez azért következményekkel jár. Van következménye adójogszabálynak is, de ilyen egészségügyi döntésnek még inkább. Azért abba belegondoltak, hogyha az önök most is megerősített elvárásai szerint döntött volna az ország, és nem lett volna ilyen széles körű oltási kampány, akkor mennyivel tartott volna tovább a járvány? A Mi Hazánk politikájával tovább tartott volna, az biztos. Azt nem tudjuk megmondani, hogy ez 3 hónap, 6 hónap, 8 hónap, vagy 12 hónap lett volna. És az alatt 10 év alatt mennyivel több ember betegedett volna meg? És ma mennyivel lenne több beteg ember? És mennyien többen szenvedtek volna súlyos szövődményt? És mennyien többen vesztették volna az életüket akkor, ha nem lett volna oltás, és hosszabb járvány lett volna? Lehet sokféle érzelmi húrokat pengetni, tisztelt képviselőasszony, de ha nincs oltás, akkor a járvány hosszabb, akkor a járvány súlyosabb lefolyású. Európa összes országában és Magyarországon is úgy sikerült gyorsabban véget vetni a járványnak, hogy az oltásokat lehetővé tettük az embereknek. És voltak olyan szűkebb csoportok, ahol kötelezővé is tettük. De azoknak sohasem tettük kötelezővé, akiknek valami olyan betegsége van, amivel orvosilag sem volt javallott beadni az oltást. Erre minden esetben tekintetben voltunk. Nem vakon általánosan hoztuk meg ezt a szabályt, hanem azoknál, akiknél nincs kivétel, akinek más betegség van, annál nem kötelező beadni. És lehet, hogy voltak hibák, egy-két eset, és ezért van a jogorvosi rendszer, hogy ilyenkor azt orvosolja. De ez nem vonja kétségbe a nagy szabályt, hogy gyorsabban győzzük le a járványt akkor, ha oltunk. Ez nem vonja kétségbe azt a nagy szabályt, hogy az emberek azért mennek be a kórházba, mert ott gyógyulni szeretnének, és nem elkapni a járványt. Ezért ott különösen fontos, hogy biztonsági intézkedések legyenek, és az orvosok, ápolók esetében legyen átoltottság, és a szülők nem azért engedik be a gyereküket az iskolába, hogy ott ilyen plusz veszélynek legyenek kitéve, amit ki lehet küszöbölni ott veszélyként, a járvány terjedésénél, azt ki kell küszöbölni, hogy a tanárok is legyenek beoltva, mint hogy az orvosok és az ápolók is. Hogy biztonságban érezzük magunkat, hogy a gyerekünk vagy a beteg hozzátartozónk miatt ne kelljen duplán aggódnunk akkor, amikor mondjuk kórházba kerül, vagy ne kelljen aggódnunk, amikor iskolába megy. Ezért hoztuk meg ezeket a döntéseket, és ezért iszonyatosan felelőtlenség, hogy önök ez elleni politikát hirdettek, és most utólag még próbálják magyarázni és bizonygatni az igazukat, hogy akkor, amikor önök azt mondták, hogy az egész oltás az csak egy összeesküvés elmélet, és nem segítenek az oltások a járvány legyőzésében, most utólag próbálnak erre igazolást adni önmaguknak, meg a támogatóiknak is morálisan. Azzal természetesen nem tudunk egyetérteni mi sem, hogyha az Európai Bizottság elnöke, vagy bárki más, aki tőlünk átfogó transzparenciát vár, olyan közbeszerzéseket, amelyek jól követhetők, nyomon követhetőek, világosak, rekonstruáltak utólag, ők maguk pedig soha nyilvánosságra nem hozandó SMS-ekben hoznak döntést bármilyen fontos kérdésben. Ilyenre Magyarországon sohasem került sor, minden közbeszerzés átlátható törvényes módon zajlik. Sajnáljuk, hogy az Európai Unióval szembeni bizalmat ezt tudja csökkenteni, az emberek nem látják átláthatónak a vakcina beszerzés folyamatát, de Magyarország nem csak az Unióval közösen, azon kívül is beszerzett vakcinákat, bár önök ugye egyik mellett sem álltak ki, pontosan azért, hogy minél gyorsabban befejeződjön a járvány,
járvány, és minél kevesebb ember egészsége és élete kerüljön veszélybe. Sajnáljuk, hogy önök ebben nem voltak partnerek. Köszönöm szépen.